Magyarországnak stratégiai partnere Törökország. Katonai téren is rendkívül intenzív az együttműködés. Törökország részt vesz a NATO keleti szárnyának megerősítésére létrehozott több nemzeti harccsoportban, és a napokban zárult nagy sikerű adaptív Huszárs 2023 gyakorlatban is török katonák vettek aktívan részt. A védelemipar szempontjából példaként tekintünk Törökországra, hiszen a hosszú évtizedek alatt kiépített rendkívül nagy, stabil, profitábilis és erős védelemiparral rendelkezik. A magyar gazdaság új nagy lehetősége a védelemipar kiépítése. Több ilyen sikertörténet van már mögöttünk, amelyben a magyar emberek bizonyították tudásukat, rátermettségüket, tapasztalatukat, dolgozni vágyásukat. Tekinthetünk úgy a védelemiparra, mint a magyar megújuló haderő eszközigényének kielégítését szolgáló szervezet vagy szektor, és ez nagyon fontos is, hiszen ez a szuverenitás a haderőnk erejét garantálja, de ennél még lényegesebb, hogy úgy tekintsünk rá, mint amely a magyar nemzetgazdaság egyik új hengere. A magyar haderő átfegyverzése 2015-16 környékén elindult, és rohamléptekkel halad. Ezeket az új NATO-kompatibilis modern eszközöket, amelyeknek a beszerzéséről az elmúlt években megkötöttünk néhány nagyon fontos szerződést, és újabbakat kötünk folyamatosan. Ezek biztosítják ennek az átfegyverzési folyamatnak a menetét és a sikerét. És ezt a folyamatot mindig nagy nemzetközi stratégiai partnerekre támaszkodva, építve kezdtük meg. Említhetném a Rheinmetall-al közös zalaegerszegi páncélozott harcjárműgyárunkat, vagy az épülőben lévő várpalotai lőszergyárat, vagy éppen, ahogy a kollégám is említette, a Nurol Makinával, Törökország egyik nagyon fontos járműgyártó cégével való stratégiai partnerségünk képezi. Magyar dostlarımızla birlikte geliştirme, birlikte üretme ve kazan-kazan yaklaşımıyla tesis edeceğimiz işbirliklerinin tüm taraflar için çok yararlı olacağını değerlendiriyoruz. Stratejik ortağımız Macaristan ile gerçekleştireceğimiz bugünkü çalıştay sonrasında ortaya çıkacak yeni projeler hem iki ülkeye hem de NATO'ya güç kazandıracak.